Hayır lan, ikna diyor o. Çavarozu falan. Çavar. La siamo. Perché? Siamo di cognare come tu vedi, come tu mi corri. Atto figliani, e sa quando mi alzare i fermi. Visto Çavarozu. Quindi la spaccia, ma si può da me. Ma da che taglio? Danno, agnese qua. Che è questa torta? Dicio. Má srát auto. I telefon. Tak má volt ilyen, hogy is mondjam, mindjárt eszembe jut. Gyakorlata. Hogy mondja, várja. Itt bent? Igen. Még nem voltam szerelő. Hát nem úgy értem. Várjon. Össze kell szedni a gondolataimat. De onnan cseréltem kereket. Na, inkább akkor Róci, megkérdezem, hogy már az előbb szereltél itt összetört autót, vagy nem? Itt. RP szerint már szereltél itt összetört autót, igen, vagy nem? Még nem. Jó, akkor azt most meg fogjuk tenni. Akkor jöjjön, hát a kolléganőtől. Úgy hallottam, hogy nem volt annyira rossz. Még azért én kíváncsi vagyok erre. Igen. Nincs. Nálad van pisztoly? Haló? Nálad van egy pisztoly? Esetleg senki nincs. De miért? De nincsen pisztolyod? 6 milliót. Kárt, nincs pisztolyod? Nincsen. Geci. De miért akkor kell? Itt most nem lesz kerékcsere. Ja. De akkor... figyelj! Akkor... nem tudom. Várjál. Várjál. Ne, várjál. Azt a kurva, ez szűje, ez szűje. Látod, ilyen hülye fejűnek ez lesz. Fogyatékosan. Nézzük, az csinál. Már rendesen összetett, az már totál kár. Szét kéne, ez bolond ez az ember. Ez szűrj, hallod meg fizetéssel, de még itt szétrongál minden. Azt nézd, ezt csinálj rá, te egész nap. Egy fajankó. Ekkora fajankó vagy. Na duguljál. Meg kell oldani. Hát fel kell mérni, ez kárkat. Hú, ez sokba fog fájni magának. Hopp, ez véletlenül itt termett. Az véletlenül itt termett, hát... várj, akkor csináljuk, mint hogy én lennék egy ügyfél. Szép jó napot! Jó napot, miben segítetek? Hát, mint látja, az autóm eléggé szét van törve. Csak jöttem az úton, aztán... elé futott egy macska. És hát nem akartam előtt nézni, félre kellett rántani a kormány, becsúsztam az árokba. Felmérem a károkat. Motor az totál káros. Teljes motorcsere. Levegő. Szűrő, se jó. Ez magának nagyba fog fájni. Csak csinálja. Igazából. Oké, akkor felemelem.
szét. Hogy mindjárt hozom a Amúgy csak nálam akad, elemeket. azik. Nálam nagyon akad a dolog. Várjál, mindjárt megnézem. Mindjárt megnézem az internetet, jó? Akadozok még? Fúgy még egy szipoksz, fejbe verlek. Akadozok még? Hát jó, de mindegy. Akkor hozom az elemeket. Maga. Azt hittem, hogy maga is jön szerelőbe. Bazd meg, hagyd már abba! Na, komolyan idegesít ezt, tehát felbaszol. Hát komolyan mondom. Nincs hónapom, úgyhogy ne bassz fel. Jó, figyelj, itt van minden alkatrész, jó? Hoztam a... Itt zsebemből kirántok minden alkatrész, ide a földre, tessék. Itt van neked minden is. Na folytass fel, igen. Oké, kiszerelem a motort. A motor emelő segítségével. Beleteszem az új motort. Összekötöm a cseveket, illetve a hozzátartozó levegőszűrőt, légszűrőt ráteszem a motor belsejébe, vagy mármint a motor térbe. Akkor leszedem a, vagyis kikoppácsolom a összetört elemet. Igen. Felteszem, felhelyezem vissza. Akkor leszedjük a másik elemet. Azt is. Hát, ez sajnos nem lehet, ez helyett újat felveszek. Oké, ezt is leszedjük a darab elemet, ami sérülésből megmaradt, sérülés után. Feltesszük a elemet, majd lefújjuk a lapozóval, egy színre fújjuk. Hello. Eltöltöm olajjal a motort. Behelyezem a levegőszűrőt. A féket légtelenítem. Off. Az eltűnt. Kész a fék. It's time to stand up, show me what you're made of. Hands up, hands up.
És Én ez a Erika fagy? vagyok. Ja, jó, már én is elrendeztem. Nem látom. Hogy így szájára nem Hallod? Te nem verekedjél itt, jó? Itt csak én verekedhetek, meg itt csak én lőhetek embert, jó? Jó? Tessék, szerintem is. Nem, nekem mondod. Nem, nem. Várjál, elvileg a... az én főnököm is még fent van. Mert én nem vagyok nagy főnök. Én csak kis főnök vagyok. Nekem megfeleltél? Az, azokat megkérdeztem. Nem kell nekik, már nekik nem kell, teljesen, na várjál, micsoda? Mondjad? Az, hogy mik mennyibe kerülnek, azt hol találom, meg a számlát, hogy hogyan kell írni. Nincs rajtad rang. Tudom, hogy nincs rajtam, de azt majd utána F6 menü. Elmondod, hogy kell, hogy mind kell, meg miután mit. Utána a F6 menü egy sima, tehát benyomod az F6 menüt, ott lesz, majd akkor most beszéljünk kóci. Ott lesz az F6 menü, aztán ott van egy számla, és akkor beírod az összeget, és aki a legközelebb áll hozzád, annak adja. Ja, nincsen így nagyon izé számlaírás, meg ilyenek. És idé alap. Nem. Vagy nem? Nem. Csak annyi várja, hát most én fogom, benyom az F6-ot, itt vagyok, már az F5 volt. F6-ot, ott van egy számla. És most adnak egy számlát. Vagy akár, ja. Nem tudom, ki közelebb volt hozzá. Én kaptam meg, kapta egy dolláros szám. Hogy működik, hogy a szerelő ruhába kell lennem. Igen. Most kezdő, első... Olyan ruhába leszel, mint ő. Tessék? Olyan ruhába leszel, mint ő, ott zöldbe. Igen, igen, azt láttam. És ha hívnak, akkor én kimehetek szolgálati autóval bevontatni, ha kell, ha annyira lerobban, vagy... Ott szerelőlára segítségével megoldhatom a... Másodperc, csak hív a főnök. Oké. Szó. Na figyelj, már itt a srác szerintem mindegy eléggé megfelelt. Jó volt. Hogy kéne rá majd adni egy rangocskát. Én is meghallgattam, a Darren is meghallgatta. Darren szerint is volt, úgyhogy... Csak egy rang kell rá. Szerelőtelep. Összetörte neki a kocsimat, azt is jól megcsinálta. Szóval... Okay. Szerintem jó. Gyere telepre, aztán majd elintézed. Na, csokoládé. Mind a két srác fel lesz véve? Vagy... És rá? Én egy a csatétebb. Ő igen. Szuper, akkor egy pillanat. Ide hívok, akkor még egy olyan. De nem kell. Már, mi a fasz? Mi az? Úr is, de szép lettél. Mi ez az új stílus? Nekem tetszik. Szia, Dániel. Hallod, hogy ő az a srác ebben a kék nyílben. Szerintem jó volt. Megfelelt. Én itt a sötétebb. Kálmánnak hívják. Kálmán. Kálmán. Kakálmán. Milyen Kálmán? Bocsánat, nem figyeltem. Sima Kálmán. Kakil Támán. Jó, de engem a teljes nem érlek el. De. De milyen Kálmán? Sima Kálmán, Dicin. De IC. Mutass egy személyt. Mutass egy személyt, ja. Egyszerű. Mutatom, mutatom. Nem tudod sem. Én de, tudom. Karcikeli. Én kaptam. Mert direkt odaálltál. IC. Aha. Karc Z. Kevin. Igen. CZY. Igen. Jó, mindegy, ilyenek, amit pontod Discordon. Dani 038, admin izébe megtalálod. Kinek még egyszer? Dani 038, aki ír egy pontot. Nem, véletlenül adta nekem amúgy, hogy mondanám. Ja, direkt beálltál közéjük. Én? Hát, nem is én. Jöttem. Én soha. Á. Úgy ismersz engem. Mhm.
Tetszik az új szett. Rendőrt hívtak rám publikba. Már megdicsértem ugye az új szettelet, már nem azért mondom. Hát tudom, csak megkeresztem még egyszer. Igen, tökéletes. Rendőrt hívtak rám publikba. Mert? A és majd nyaklánc miatt. Ja. Na, egy pillanatra majd eladjatok csöndbe. Itt vagy, halló, hallasz? Igen, hallak. Na, légy szíves, távolléti, vagy IC szám és névbe írt ki a telefonszámod és a nevedet, IC nevedet. Oké. Én nem tanítom be, ezt előre leközlöm. Már bocsánat. Hello. Hova írjam le az IC nevemet és a telefonszámot? A Discordon van egy szerelőknél egy jó pár szoba, ott van, hogy IC név, telefonszám. Oké. Szia haver, szia. Szia. Pillanat. A másik úriember is jelentkezett? Jó. Esetleg szeretne? Mi a munkája? Étterem. Béna. Dani, mondd meg neki az őszintét. Köszönjük szépen. Gypsy-kkel nem foglalkozom. Nem már, Dani. Na. Nem lesz dev server, ahol teszteljük a scripteket, most felkúrtam magam készítés közben. Azt hittem, aztán ezt megtettem, hogy IC nevet és telefonszámot elküldtem. Király. Körbe tudna esetleg mutatni, hogy mit, hogy kell? Én körbe mutatom majd. Hangszál, csinálj valamit, mert nagyon akarom. Csit szaróci, amiket amúgy nagyon recseksz. Én? Most jobb? Hát, egy fokkal. Na szóval. Na, akkor most neked a pénzed alatt azt írja, hogy szerelő, ugye? Szerelő újonc. Igen. Na szóval, akkor megnyomod az F6-ot. Akkor így itt előjön a számlázás. Tegyük fel, most adj nekem egy 1 dolláros számlát, azt úgy tudod, hogy ráenterezel, és utána beírod a mennyiséget. A igen, és utána beírod, hogy mennyit. És akkor írd be egy 1-est, és enterezd le. Oké? Okay? És kaptam egy számlát. Na nézd. És az a lényeg, hogy most bal alsó sarokba fogod látni. Most láttad, hogy befizettem, ugye? Igen. Na, csak azután tuningolsz, miután azt látod, hogy befizették. De hát, tud... bal oldalt látom, hogy befizették, így van, akkor utána kezdhetem a tuningot. Igen. Szóval ülj be a kocsimba, ebben a nagy szarba. És akkor itt látni fogod, hogy hogy lehet tuningolni. És akkor gyere kicsit előrébb, és nyom meg az el-t. Most el. És akkor ott vannak ugye a tuningok. Valami teljesítmény tuning van itt. Így van, enterezz rá, és akkor ott lesz az összes tuning. Igen, és ott kell tuningolni. Na, így van. Akkor mi az, backspace-el nyomd víz, kicsit tolass hátrébb. Tolass le az emelőre. Úgyni. Akkor szállj ki, gyere, megmutatom az öltözőt. Na szóval, hogy jelz itt az öltöző, itt ezt már te is ki tudod, igen, ezt te is ki tudod nyitni. Itt tudod felvenni a munkajárműveket, amiket most hagyja. Viszont itt van, hogy munkaruha a felvétel, azt vedd fel. Ez lesz majd a munkaruhád. Így van. Ott vissza tudod venni a civil ruhát, ha már nem akarsz ma melózni. Nem tudom, akarsz egy kicsit szerelőztízni, vagy nem. Jó. Itt vannak a munkaerőek, amiket most nem vegyél le neked. Itt 2 van a Town Track, a vontató, azt vitt ki esetre, hívásra. Terasz? Igen. Platóra, adatóf. Azt, az, a
Town Truckot használd, az a vontató, hogyha kapsz majd a telefonodon. Vannak a SMS-eknél egy olyan, hogy szerelő per vontató, most nézd meg. Minden én várjál. Megvan? Ott van egy szerelő per vontató. Igen, látom. Na, itt kaptok hívást, gondolom te ott, hogy kell a GPS koordinátát beütni a... Azt tudom. Na, akkor igazából ott kapsz hívást, hogyha nem küldenek koordit, akkor pedig rányomsz, oké, telefonszám, SMS, akkor megkérdezed tőle, hogy szerelő vagy egy koordinátát szeretnél kérni. Akkor ugye ez zárt, igen. Az első alkalom nem megy, hogy mit kell, akkor kihez forduljak. A legelső mondjuk. Megadom a telefonszámomat, és akkor hív fel ott. Oké, oké. Szóval igen. Nem mondhatom. Jó, rendben. Mondhatod. 555 6200 névnek mint bennetek. Daren. Daren. Én vagyok itt részben a főnököd, hát nem a főnököd, mert ugye az előbb két srác volt, meg van még egy, utánuk én vagyok igazából a főnököd, én nem nagyon szeretem a főnökösdit, szóval én nem foglak lebaszni ilyen fasságokért, csak mindig szeretnénk, hogy legalább legyen az újoncok, egy hétig vagy ugye újonc, egy ha mához egy hét, azaz 12-e, 12-én írsz valamelyik adminnak vagy valakinek, a frakcióból, például nekem, hogy lejárta a próbaidőd, akkor viszont ráadunk egy új rangot, ami a szerelő lesz. Azzal annyit fogsz tudni csinálni, hogy ott van ugye két sárga CP. Jó, azt még úgy tudod használni, a jobb oldalában van egy olyan, hogy javító, a második, valami javítókészlet tudsz, abból tudsz egyszer ötöt csinálni, aztán a másik CP-be pedig tudsz belőle repa irkitet csinálni. Hopp, kaptam is egy SMS-t. Oké, azt a vagy, király. Az a lényeg, ide középre ne állj, ide se állj, meg ide se, szóval ennek az emelőnek a emelőre és a oldalán lévő egy-egy autó befűrésére ne, ahova te parkolj, az itt van ez a, ahol van ez a lökhárító, ennek az elejére parkolhatsz ide, vagy esetleg kintre, ide állhat. Melózd, mit tudom én, most bejössz 7 óra 12-kor, és te azt mondod, hogy most melózzol, beírod, aztán te azt mondod, mit tudom én, 10 óra 30-kor, hogy te ezt meguntad, és akkor ott van egy olyan, hogy az előző időpontot tudod szerkeszteni, ugye, hogy meddig voltál szolgálatban, azt szerkeszted, és ja, igazából ott beírod, hogy meddig, hánytól meddig vagy, és igazából ennyi. Van egy olyan, hogy távol létszoba, ugye amit mondtam, hogyha... Tessék? Azt mondta azt a... Amit te mondtad, hogy mondjuk héttől dolgozok, tízig azt majd kipróbáljuk. Ja, hát igazából, hát amennyit akarsz igazából, meg amennyit ráírsz, annyit melózol. Csak az a lényeg, hogy egy-két újonc minimum legyen itt. Meg ugye nagyon örülünk annak, úgy a továbbiakban is jobb lesz, meg gyorsabban fog szaladni, hogyha az újoncok mindig vannak itt, szóval ne nagyon mászkáljanak el ilyenek. Értem, igen. Szóval legyen mindig valaki telepen, akkor is, ha nincsen munka. Jó, persze. Van a rádiófrekvenciánk, ami 3x4-es. Igen, az amikor kell részt vennem. Hát igazából mindig, amikor szolgálatban vagy, az itt vagy. Jó. Haló, itt vagytok rádión? Pillanat. Jó. Itt vagytok rádión? Breko. Király. Na, körbevezettem közben a srácot. Hát szerintem igazából ennyi a tuningot elmagyaráztam, a telefonszámomat megadtam. Itt ez a rádió, ugye? Rádiófrekvencián, hogyha bármi... És a
Igen. Ugye a tuning az a számára, megy A az számlára, az ott van még egy szoba a Discordon, hogy tuning árak. Ott megnézed, hogy hány milliós autó, és ugye 65%-ába kerül a tuning. és ha mondjuk két tuningot kell, az hogy esetleg azt Az a leírnánk lényeg. egy Ja, applikáción, hogy leírom. azok hogy mennek, mondjuk ha Oké, egy most. tuningot Jó, kér, vagy jó, jó. kettőt, akkor hogy mit, hogy számoljak, mert ez még szeretném áttanulmányozni. Le is írtam. Jöjjön ki, azt mondd el, Levi hogy tuning kell nekik? Mi van, Enikő? Í, hát Horvátéknak kell, hogy megnézd. Inkább szedje le mindent. Lucikám, szállj már ki. Megoldom én. Akkor, Akkor nem kell úgyhogy kiszállni amúgy. Akkor tessen. kigazolja. Jókor szólsz, bazd meg. A szolgálati járművet majd esetleg megmutatod, hogy hogy Hát mi van most itt. vedd ki nyugodtan. Oda mész rá, enterezzel és ennyi. A felfüggesztés nincs rajta, meg az armor nincs rajta. Akkor jó. Azon is arra. Ez ki? Manci. Az a lényeg, hogyha tegyük fel, visszajöttél hívásról, ott az a sárga cépő, ha belemész, megnyomod az E-t, akkor visszarakja oda a garázsba. Jó. Próbáld ki, most menj bele és nyomd meg az E-t. Így né. Ezzel hogy kell ezt használni? Júj! Hát igazából az elején még hagyjad ezt, hogyha kívnak hívásra, akkor csináld meg ott helyben. Persze, hogy itt erpézni kell, tegyük, hogy felforik a hűtővíz, akkor leerpézd, így, hogy beletöltesz még egy kicsit, stb. Igen, hogy el tudja Igen, lőni az igen, igen. Lőni Persze, helyik. persze, persze. Ez lehetem. Így működik igazából. Bármi kérdésed van, mondom, ott a telefon meg egy rádióra beszólsz. Jó. És akartam megkérdezni. És a... Igen. Ugye van ez a tuning, és na, Igen. Ami a kinézet, az pedig azt oda... Azt ők csinálják, azt ők csinálják. Igen, de ha netán jönnek be, akkor oda menjek, hogy milyen tuningot kérnek. Nem, vagy... nem, nem, dehogy is. Hát majd oda jönnek, hogyha kell nekik tuning. Ja, jó. Igazából. Jó. Várja, gyere. Miket? Parancsokat. Vagy milyen parancsok? Most leírtam mondd már, Discordra. Én Discordon admin ügyön vagyok, és nem hallottam semmit. Ja, jó. Annyi a lényege, körbe kinőtt vezess, mert újonc most. Én már nagyjából elmagyaráztam neki mindent. Rendben. Ez mondom. Kedves Levente, 5 perc. Megyünk? Hova megyünk? Rallizni. Hát akkor beszállok a jó, hölgy mellé. Megválok. És lehet, hogy meg fogok halni, de bízok a hölgyben. Elég valószínű. Hozod a kocsód, vagy egy kocsó? Lefoglalom az ilyen kocsót. Kérem, távozzon.
De nem mehetsz. Felvett. Hogy ért fel egészen? Igen. Vigyél már a garázsig. Van, itt van az autó. Mindjárt megmutatom. Elugrok az autó mellett, mindjárt jövök. Töröm, de vigyél. Igen, itt vagy, állj, állj. Hol mész meg? Gyere már még vissza. Itt a Tuning 4 az a legjobb. A 4-es a legjobb. De itt a felfüggesztésnél a 4-es van. Ez itt a feleme, a nézed. Új lengéscsillapítókat fog kapni. Hogy mennyire ültetem le meg fel. Az igen. Már szerintem de applikációra tényleg egy pár perc. Valamit mondani. De valamit mondani szeretnék.
Halló, mind a három beszélt most. Úgyhogy nyugodtan megírhatod neki, hogy egyik sem. Na Milán bátyja, válasz valamit. Sötétkék. Piros fekete. Ez sem rossz. Arany színű. Igen. Már miért? Akkor az legyen Milán.
Szerintem az nem az fefe. Vagy ez az? De az az, csak neked a Chrome van, nekem meg a fekete. Aztán átfestettem oranyra. Igen, igen. Semmi, várja. Igen, igen. Szia. No.